Most 28. alkalommal rendezzük meg a Csángó Fesztivált. Jászberény városnak az életét egy kicsit felpezsdítjük, hiszen talán több tízezer ember is megfordul ilyenkor Jászberénybe. A legelső fesztiválra még egy kis busszal érkeztek a csángók, most meg már nagyon sokan szoktak onnan jönni. A 2012 Páva győzelem után lett egy nagy generációváltás az együttesbe. A csapatnak a 90% az teljesen kicserélődött. Gyertek srácok, a szokásos száz! Talán az a hasonlóság, hogy mi is egy nagyon összetartó és nagyon Igen, szerintem az együttesünknek a csapat a legnagyobb az ereje. Tehát, hogy az egymás iránti szeretet, szerintem ez a legnagyobb erősségünk. Zsolti, nem veszel nekem egy olyan habcsókot? Adok én neked csókot. Hoppá! Zsolti! Ugye nagyon-nagyon sok programot tudunk a nézők elé tárni. Nagyon sok híres népzenész, táncos fog megfordulni nálunk Jászberénybe. Nagyon jó dolog, hogy újraindult ez a szuperpáva, ugye a győztesekkel. Igazából mi szeretnénk menni, megmutatni az új csapatnak az új lendületét, és aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.